Mielőtt elkezdenénk, el kell mondanom pár dolgot. Nos, én szeptembertől tagja lettem a Trefort fiú kórusnak, amely minden évben kimegy Lengyelországba, és ennek alkalmából készítettem el ezt a videót. Viszont mivel az utazós fog távolról sem eredeti ötlet, így elvesztem azt a kihívást, amiben megfogadtam, hogy csak eredeti videókat töltök fel a csatornára. Sajnos annyira tetszett az előző utazós vlog készítése, hogy ezt nem akartam kihagyni, de ettől függetlenül, hogy elvesztettem a kihívást, szeretném folytatni, és továbbra is eredeti videókat fogok készíteni az év végéig, amennyire csak tudom. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. 12 órás utunk volt Lengyelországig, és mivel hajnal 4-kor keltem, az első 3 órát végig aludtam. Odafelé csak pár benzinkútnál és Tesco Extránál álltunk meg, amiben én azt nem értem, hogy na mindegy, hallgassátok végig a múltbeli énemet. Most éppen egy Tesco-nál álltunk meg Miskolcon, mert itt vettünk fel egy embert. Ez éppen egy Tesco Extra, csak azt nem tudom, hogy ezek a Tesco Extrák miben különböznek az átlagos Tesco-któl. Amikor megkérdeztem, azt mondták, hogy pár másfajta üzlet is van benne. De hát nem tudom, pár ruha volt már elég indok ahhoz, hogy odaadjunk egy extrát Tesco mellé. Nem mindegy, ez nem annyira fontos. Az úton Szlovákián is áthaltunk, ahol megálltunk megnézni egy történelmi várat. Az utazásakkor azt veszem észre, hogy ez a bolygó, ahol élünk egyébként mekkora nagy, és otthonról mennyire nem lehet látni, hogy igazából milyen kicsik vagyunk. És hogy miért rossz, hogy igazából van, aki soha nem tapasztalja meg ezt hatalmas hegyek meg fák közt. Amikor odaértünk, csak vacsorázni volt időnk, és pár szabad óránk mielőtt aludnunk kellett. Much more from the heart. Forever trust in who we are. És lassabban játszak. Másnap fellépéssel kezdtük a napot abban a kollégiumban, ahol megszálltunk, és amiért jöttünk. Da 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 da
város, ahol megszálltunk, hegyekkel volt körülvéve, ahogy mentünk az utcákon, ha félrenézett az ember, mindenhol látott egy hegyet. Én ezt egyébként csodáltam is, és a fellépőségünk után kb. Ilyen fél órával már indultunk is a kollégiumunk közelében lévő ilyen felvonóhoz, ami felvitt minket 2000 méter magas hegyre. Funkciójában nagyon hasonlított egy sí felvonóhoz, azonban ez csak egy személyes volt. De ami igazán különleges volt ott, az a táj volt. Mert ami igazán el tudja képezni az embert egy utazás során, az a táj. Tudjátok, amikor az emberek a hegyekben ilyen szép tájakat látnak, akkor nem tudják megmagyarázni, hogy miért tartják olyan szépnek. Lehet klisés, de valószínűleg azért, mert ilyenkor rájövünk, hogy milyen kicsik vagyunk. És ez csak egy kis hely a nagy világból, és csak kis hely az univerzumból. És hogyha ilyen kis dolgok is elképesztenek, elképesztik az embereket, legalábbis engem is, akkor mit tudnánk kezdeni az univerzumban? Ezután kb. Már vagy 2-3 óra felé visszaértünk a kollégiumba, és a nap hátralévő idejét szabad foglalkozással tölthettük. Ennek alkalmából azt az ötletet találtam ki, hogy elmegyek pár emberrel megkóstolni egy pizzát, mert kíváncsi voltam, hogy mennyire különbözik ez az étel az itthoniaktól. Hallgatunk Máté Pétert? Tudom, mit hallgassunk? Hallgassunk. Skillet mi van, mi értem? Ez Máté Péter? Nem, az, ez jó lesz, ez magyar is ilyen... Ez is érzelmek lesz. Ez ilyen porzal. Ez a baj, te mindig érzelmezenéket teszed. Mi? Tegnap lefekvés előtt végig ilyen light pornó zenéket hallgatok végig. Csinálni akartam, hogy felvételt, amit bevágok egy vlogba, de szerintem nem akarjátok, hogy ezt feltöltsék. Én meg nem akarom tudni, jó? Ez ugyanolyan kaliberű szemben, mint a tiéd? Nem érdekel, még kaliberű a szemben. Amúgy az a jó, hogy külföldön vagyunk, hogyha véleményt mondok a pizzáról, akkor nem értik, hogy mit mondok. Körülbelül. Meg vagyunk szuhalva, gyerekek. Ja, mert nincs pizza. Meg kíváncsi vagyok, milyen a külföldi pizza. Volt itt a tudni, ez az EDM? Akkor semmi. EDM. Csak a trappek. Csak a trap, meg a bass. Nem tudom megmutatni. Kiskoromban dubstepet hallgattam csak. Egészen addig, amíg elkezdtem rockot hallgatni. Aztán rockfeg rászom egyszer. Mondtál, hogy szerintem a tészta ugyanolyan, mint a Magyarországon. Kicsit kopi. Talán még a kolbász jobb. Meg talán a szósz. Hát de ha nem kóstoltam volna meg, akkor nem tudnám, hogy milyen. Kitekezd a marna, hogyha ebből feltöltenék pár hát részletet egy videóba? Nem. És elindult a felvétel. De jó, izé a... Ki lengye? A liszt az oldalának. Bár lehet, hogy ezzel csak kutyikolom a tárgyat. Szia, jövő Romeo! Én a múlt Romeo vagyok még Lengyelországban. Ez egy volt, Lengyel az közben baj. Ilyet nekünk is, ilyet mi is csináltunk még régen alsóba. Általános iskolában csináltuk ilyen izét, és mondták, hogy beszéljünk úgy, mintha jövőbe kell legyen. Néhány ember ott volt, és ilyen hülyeséget mondtak. De egy tök kis fejjel vágod, ilyen 10 évesek. De ez jó filozófia, nem? Nem, mint ha visszamenni az időben. Beválogatták ebbe az emlékek című videóba. A remény mindig a jövőben van. Timelapse, ahogy lesz. Nem látszik a fejed amúgy. Pizza benne van talán. Talán? Pizza az benne van. Lehajolsz, igen. Így, igen. De Fanny benne van. Ez legalább plusz 5000 like. Pontosan. Öntök egy picit. Sírd odám. Meg műzikát bekövetéses. Igen, igen. Hogy be tudjam. Meg Instagramot. Állap te szeretet. Instagram, Facebook. Kuka. Yeah. Music colleague. Iratkozzatok fel. Hát mindjárt mutatok a kérdő. Harmadnap elmentünk a Wawelbe, ami egy hatalmas vár Lengyelországban. Személy szerint én voltam Bécsben is
egy várban, és például azt sokkal szebbnek tartottam, de a kilátás onnan, abból a várból valami gyönyörű volt. Még a képeket visszanézve is elképesztő a látvány. A német hadi vezetés, és itt német tisztek voltak elszállásolva. Ez volt az akkori kőhadi szállás, itt Krakkóban. Tehát ez a A Vável után elmentünk Krakkóba a posztóárusok terére, ami olyan, mint egy ilyen budapesti Váci utca, vagyis minden csomó ajándékbolt meg dolog van, amit megvehetsz ott, és elég drágám. Krakkóban összesen 3 óránk volt, és először úgy döntöttünk, hogy kávézunk egyet, de aztán nem tudtuk, hogy merre menjünk. De igazából a legjobb utak akkor születnek, amikor nem gondolsz arra, hogy merre mész. Formán akkor most nem is tudjuk, hova megyünk. Én tudom, hova megyünk. Majd valahová kiukadunk. Pont most, hát ha az előbb tetted volna ide a kamerát, akkor biztos, hogy mondtam volna valami kivételes okosságot. Forduljunk itt be jobbra. Ja, persze. Az a pillanat az volt, hogy elhazottam. Vagy egyébként erre lesz egy nagy pláza, hogyha lemegyünk, de a Carrefourban majdnem mindent meg lehet kapni, amit ott. Viszont ott van Burger King, van KFC, meg minden. De hidegcsomagos kaját én már annyira nem szeretem. Meg ha már lejön ide az ember pénzzel. Remélt, hogy ezt Ogani nem fogja megnézni. Nem. Mondjuk nem nagyon szokott internetezni. Ha már úgyis utoljára jöttünk Lengyelországba, akkor el kéne költeni az összes pénzt, és azt nem biztos, hogy most már egy helyen meg tudom tenni. Nem volt jó ötlet útvonal tervezésnél kijönni. Igen. Ó, de hát itt éppen az, hogy ebbe a városba elkúszál, bármikor találsz valami olyan helyet, ahol na, ide bemegyek, mert ez érdekel. Ja, igazából egyébként tenni akarok a videóban valami üzenetet, valami ilyet, ami miatt nem lesz hülyeség végignézni valami 20 percet. Hogy minden jobb, mint Magyarországon? Jó, azért nem mindenhol és nem mindenben, de túlnyomó részben igen. Itt olyan sokkal barátságosabb az atmoszféra. Nem lehet, hogy azért, mert nincs megszokva. Igen, meg az a felszabadultság érzése, nem valószínű, hogy összefügg ismerőssel. Nem érdekel, hogy itt mit gondolnak rólad az emberek, tehát úgymond ez nem azt jelenti, hogy hülyén kell viselkedni, csak ad egyfajta szabadságérzetet. De hogyha eléred ezt otthon is, ezt a szabadságérzetet, akkor az pont az, amit meg kell tenned az életedben. Hát nem? Mondasz valamit, de mindig feszélyezettebb leszel olyan környezetben, akik a mindennapjaidban benne van. Természetesen én itt is kedves vagyok mindenkivel. Milyen ügyesen görkorizik mindenki. Ez a kislány is csak úgy simán fellépett a lépcsőn. Neki van bátorsága. Igen. Önbizalma. Nézd meg itt az autókat. Azért látszik, hogy pénzügyekben azért jobban áll ez az ország. Amúgy szabad szabályos felvenni rendszámtáblákat? Hát hogyne. Idézi ebbe, hogyha lett volna egy filmet Magyarországon, abban, mint statiszta autóknak nem szokták a rendszámát. Igen. Amerre az út? Akkor arra megyünk. Krakkóban találtunk is egy, nem tudom, hogy mennyire meséltem, de én nagy Harry Potter rajongó vagyok, és Krakkóban volt egy ilyen boltszerűség, ami Harry Potteresen volt kialakítva,
amit természetesen megnéztem, amiről kiderült, hogy igazából egy ilyen speciális ilyen kocsma volt, ahol utólogtottam meg, hogy ilyen valsört is lehet kapni, de igazából elég hamar eljöttem onnan, mert nem volt benne sok pláne. Ez tök menő volt ki, hogy itt. Ez most összezavaró volt. Azt mondtam, hogy menjenek, és akkor elindultam. Akkor ez egy Harry Potter-es sátorés. Van egy kísértett ház? Horrorház, amikről meséltem, hogy a Voldemort mozgott szokták. Ja, leginkább egy rockerból akartam elvenni egy ilyen Queen-es pólót, mert tudjátok, nekem a Queen a kedvenc zenekarom. Sajnos az volt, amit az egyik ismerősöm ismert, az folyton zárva volt. Többször is megnéztük, de nem volt nyitva. Ennél pedig egy pizzázóban álltunk meg. Én mindig kíváncsi voltam, hogy külföldön mennyire mások az ilyen híresebb ételek, mint a pizza. És tegnap is megkóstoltam, de igazából a szomálisat kértem, de minden lengyelő volt írva, aztán még a chicken volt az, amit kértettem. És a szalámi az tényleg jó volt rajta, de a tészt az kb. Ugyanolyan volt, mint a Magyarországon. A legnagyobb pizzánál, a tésztánál. De itt Frankóban jól csinálják, itt már ettünk csomószor. A tésztán akarnak egy ilyen száraz. De valahogy a fűszeres ízét egy ilyen hagyma. Eljönnek a a legjobb dolog, hogy külföldön vagyok, hogy itt senki sem érte, hogy mit mondok, és így szabadon beszélhetek egy kommentet. Persze. Én épp azért mondom minden lánynak az utcának, hogy szépen tartok, hogy milyen szép vagy. Mert ezt Magyarországon ugye inkább rossz néven vennék, mint jó néven. Hát itt is, csak nem értik. Igen. Hát ki tudja, lehet ezeknek más a mentalitás. A hónapunk természetesen leginkább utazással telt, de még az út vége előtt elmentünk tutajozni. Ami csodálatos volt, nem csak a táj, de a hangulat miatt is. Nagyon voltam régen, még egy kiránduláson. Azt már nem emlékszem, hogy hol voltunk. De emlékszem, mikor... Sziasztok, szeretném köszöntök mindenkit. Itt vagyunk Lengyelországba. Ja, nem kell, csak add önmagadat. Na szóval, mikor mielőtt mentünk, én azt hittem, hogy olyan hajóra megyünk, mint ami a Titanicban van. Are we mowing?
Hush, my darling, dove, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, dove, my darling, the lion sleeps tonight. Nos, a lengyelországi út tényleg különleges volt, nem ez volt életem legjobb útja, de ugyanazt elértem, mint más egyéb utak, ami ilyenkor történik velem, hogy a földünk táj szokás szerint el tudnak képeszteni a látványukkal, és én akkor mindig elgondolkozok, hogy mi van azzal, aki kimarad ebből. Egy utazásnak mindig adnia kell valami jó tanulságot, valami üzenetet, amit megtanulhat az ember az utazás során. És mivel nem volt internetem, és nem dolgozhattam videókon, sem nem dolgozhattam a vizsga anyagaimon, a tételeimen, a dalokon, amiket megtanultam, így tényleg megtanulhattam pihenni egy kicsit, és újra elérni az az állapotot, hogy ne gondoljak semmire. Ami szerintem elengedhetetlen lenne az életünkben, hogy megtanuljunk a jelenben élni. És ez alatt a 4 nap alatt én csak arra gondoltam, hogy abban a pillanatban mit fogok csinálni. Az utóbbi egy évben nagyon kínzott a jövő és a múlt, hogy mit fogok csinálni, és vagy hogy mit csináltam rosszul. De azzal, hogy folyton arra gondoltam, sosem éltem a jelenben, és újabb olyan rossz emlékeket gyártottam, amit újra megbánhattam később. Úgyhogy a legfontosabb konklúzió, amit levonhatnék ebből az utazásból, hogy éljetek a jelenben. Mert aki a múltban él, szomorú, aki jövőben él, fél, de aki jelenben él, az mindig boldog lesz. Mert igazából sem a jövő, sem a múlt nem létezik, csak a jelen van. Volt, és lesz egyszerre.